Vendégem Rubesch Linda jogaoktató, akivel egy olyan mozgásformát mutatunk be, ami gyakorlatilag a jogának a továbbfejlesztett verziója, hogy látják a nézők, egy szápon állunk. Pont ezt akartam, jó reggelt, szia. Pont ezt akartam kérdezni, hogy többféleképpen szokták ezt nevezni. Sup, sup, száp, mi a helyes? Hát, mivel ez egy amerikai mozaik szó, ezért ugye a stand-up paddle-ből jött, úgyhogy a száp lenne szerintem a leghelyesebb, de Magyarországon sup is, ami kényelmes, nincs ez törvénybe foglalva. Én azért azt elmondom, hogy én először állok ezen a deszkán, és folyamatosan egyensúlyozni kell. Kinek ajánlott ez, vagy mennyire könnyen lehet ezt megtanulni? Hát szerintem már te is érzed, hogy egyre könnyebb, ahogy így már állunk rajta egy pár percet, tehát nagyon hamar megszokja az agy és a test ezt a folyamatos kompenzálást, és az izmok is nagyon hamar hozzáerősödnek ehhez a fajta mozgáshoz. Úgyhogy igazából a teljesen kezdőtől természetesen a haladókig is mindenki talál rajta kihívást, és természetesen sikerélményt is. És mit fejlesztesz pontosan? Izomzatot fogyni is lehet vele, koordinációt, ahogy én érzem, amiket ki tudok találni, de te nyilván ezt jobban el tudod mondani. Így van, hát fejlesztjük az egyensúlyérzékünket elsősorban, tehát a koordinációt, fejlesztjük a mély izmokat, amit alapból a jóga is fejleszt, ez egy egyel intenzívebb változata a mély izomfejlesztésnek. Alakot is lehet vele formálni, ez természetesen attól függ, hogy milyen típusú gyakorlatokat végzünk, tehát vannak dinamikusabb, statikusabb, itt a lányok a háttérben mutatják a különböző típusú dolgokat, tehát lehet ott például fejen áll valaki, szóval mindent meg lehet csinálni ezen a deszkán, amit szárazföldön is meg lehet csinálni. Tehát annyiféle sup-jóga van, ahányféle jóga. És ez alapvetően, ahogy látom, kell egyfajta hajlékonyság, vagy ez fejleszthető? Ez is fejleszthető. Tehát jogázni alapvetően nem az megy, aki már hajlékony, hanem az, aki még nem, és majd azt szeretne lenni, és ez ugyanúgy igaz a sup-jógára is. És vannak kezdő, haladó, középhaladó órák, vagy hogy kell elképzelni egy órát? Hát az óra általában, vagy hát a vendégek általában nagyon vegyes tudással és háttérrel érkeznek, inkább a gyakorlatokat szoktam módosítani, attól függően, hogy ki hol áll éppen. Van korosztály, akinek már nem javaslod? Mondjuk nincs. Nagyon pici gyerekeknek, vagy nagyon időseknek például, akik nehezebben tudnak megállni a deszkán, vagy nehezebben tudnak felállni a deszkán, vagy ez mindenkinek jó? Ez mindenkinek jó, annyi lenne az ideális, hogyha egy stabil víz biztonsága lenne az embernek, tehát hiába csináljuk mondjuk sekélyebb vízben, hogy leér a lábunk, de azért egy minimális úszni tudás az szükségeltetik hozzá. De ezek a szápok általában ki vannak kötve, ugye, hogy ne kelljen folyamatosan kompenzálni. Hogy képzeljük el az órát? Hányan szoktatok lenni? Hányan jelentkeznek? Hát 10 főtől 15-16 fői az a maximum, ez a deszka létszámától is függ, tehát az a limitünk, és a deszkákat egymáshoz rögzítjük, és magunkat pedig valamilyen fix ponthoz, hogy ne vigyen el minket nagyon a víz. És mennyi idő az, amíg az összes gyakorlatsort meg tudja az ember csinálni? Meg gondolom, nem elsőre sikerül minden. Vannak a szerencsések, akiknek elsőre sikerül minden, de alkalomról alkalomra lehet érezni a fejlődést, tehát tényleg nagyon hamar tanul a test. Mit jelent az, hogy szerencsések? Tehát mit tud az, aki elsőre el tudja végezni, milyen adottságai vannak? Hát, vagy nagyon jó egyensúlyérzéke van, vagy már korábban csinált mindenféle deszkás sportot. Tehát aki szörfözik, vagy wakeboardozik, annak nyilván sokkal nagyobb ez a fajta egyensúlyérzéke. Neki könnyebb felállni mondjuk a deszkán, vagy ezen mozog. Hát ez egy nagyon érdekes mozgásforma, és azt gondolom, hogy megterhelő is, tehát nekem ez az 5 perc is a folyamatos egyensúlyozással érzem, hogy az izomzatomat megdolgoztatta. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen!